Folytatódnak a Gyilkostól Sugárút forgalmát korlátozó munkálatok, de a Miron Krisztia utcában is elindul a távhőhálózat bővítése. Április 4-én kezdődött el az egységes mezőgazdasági támogatások igénylése. Ezzel a lehetőséggel június 7-éig élhetnek a gazdák. Az alaptámogatás mellett még többféle prémium támogatást, vidékfejlesztési támogatást is lehet igényelni. A romániai bajnokság bronzérméért indult el a küzdelem kedden este a Gyergyószent Miklósi műjégpályán. A Gyergyói Hoki Klub a bukaresti Steauát fogadta. Köszöntöm nézőinket, a Fénypontot látják, április 17-én jó estét kívánok! Amint arról már korábbi hírműsorunkban beszámoltunk, folytatódnak a víz- és szennyvízhálózat munkálatai, amelyben érintett a Miron Krisztia utca is. Ezek mellett újabb forgalomkorlátozást érintő beruházás kezdődik, ugyanis a város felszegi részén elindul a gázhálózat bővítés. Egyszerre több munkaponton is zajlanak a szennyvízhálózat bővítésére irányuló munkálatok Gyergyószent Miklóson. Csütörtöktől érintett lesz a Miron Krisztia utca is. A főtér felüli részen kezdik meg a csövek lefektetését, mindezek mellett a gázhálózati gerincvezetékek újabb szakaszait is megépítik a Szurokfőző utcától kezdődően. Tájékoztatja a lakosságot szerkesztői kérdésre Csergő Tibor András polgármester. A polgármester elmondta, idén több mint 6 kilométer gerincvezetékkel bővül Gyergyószent Miklós gázhálózata. Elsősorban a lakók és a forgalom szempontjából szeretném nevesíteni azokat az utcákat, ahol ugye már folyamatban vannak különböző munkálatok. Itt elsősorban a szennyvízhálózat bővítéséről van szó, amit látható, hogy több munkaponton elindultak elindult a kivitelezés. Itt, amelyik gondolom mindenki észrevette, itt látható, hogy megkezdtük a Gyilkostói útnak a szennyvízhálózat bővítését, ami azt jelenti, hogy egy teljes szennyvízhálózat gerincvezetéket fektettek le, innen a körforgalomtól fel a város végéig. Ezt folyamatosan végzik fel egészen a város végéig, és reméljük, hogy akkor a júliusig meg lesz. Persze a rákötéseket is el fogják végezni, úgyhogy a lakók türelmét és megértését kérem, hiszen egy olyan helyzet lesz, mint amilyen volt ezelőtt másfél évvel a Kossuth-Lajos utcába, de miután a munkálat megvan, vissza lesz aszfaltozva, tehát ezeket a sebeket megpróbálják eltüntetni. De ugyanígy a Gyilkostói útra merőleges utcákban is elindul a szennyvízhálózat bővítés. Már folyik a munkálat a Gyilkostói út mellett a Kápolna utcában, ugyanígy folyik a Csikikert utcában is, és ugyanúgy majd később, ahogy haladnak felfele, akkor a Szikla utcát is be fogják ebbe kötni, és ugyanakkor pedig a szennyvízhálózat bővítése mellett elindul a gázhálózat bővítés is a mai nappal, és most ugye sikerült a Szurokfőzi utcáig elvinni a gázvezetéket, most onnan kijövünk a Gyilkostói útra, ahonnan felvisszük a város végéig, tehát a Botvára aljáig, a gyermekotthonig, és ugyanúgy egészen majd lejön a Csobothegy utcáig, ahol összekötik az ott meglévő vezetékkel. Úgyhogy kérem a lakókat, hogy azért amennyiben a főúton járnak elnek, hogy akkor vegyék figyelemben, és vigyázzanak, tehát hogy a munkálatok és a forgalom egymást amennyiben ne akadályozzák. Forgalomkorlátozásokra a munkálat függvényébe kell számítani, de azért sehol teljes útlezárásokat nem fogunk eszközölni. Ami a legfontosabb, az, hogy holnap neki fognak a Miron Krisztia utcának is, innen a főtér oldaláról mennek az iskola fele a szennyvízhálózat bővítéssel, úgyhogy ugyanúgy megkérek mindenkit, hogy ezekben az utcákban, vagy ezeken a munkaterületeken, hogyha lehet, akkor ne hagyják el az autóikat, hogy lehessen haladni, lehessen dolgozni, ne legyen balesetveszély. Tehát akkor megkérem, hogy ebben az esetben mind a Salamon Ernő előtt a parkolót szabadítsák fel, a Miron Krisztiában most persze itt a főtér felüli részét szabadítsák fel, ahhoz, hogy lehessen a munkálatokat megfelelőképpen végezni. A másik dolog, amit szintén el szeretnénk mondani, hogy ugyanígy, ahogy a Miron Krisztián utcának megtörténik a szennyvízhálózat bővítése, cseréje, akkor ugyanúgy a vízhálózatot is ki kell cserélni, és a Mártonáron utcánál elmaradt távhővezetéket fogjuk összecsatlakoztatni a Miron Krisztián keresztül
egészen a Fejér Dávid utcánál elmaradt több távhővezetékig. Úgyhogy a Miron Krisztia utca ebben a sétáló utcában gyakorlatilag az elkövetkezendő 2-3 hónapban 3 vezetéket tesznek le, 3 ásásról fogunk beszélni. Úgyhogy amennyiben lehet, ott is a lakók türelmét kérem, hogy értsék meg, hogy erre szükség van, de utána majd az utca rendbe jön, visszaaszfaltozódik. A városvezető elmondta, a Budai Nagy Antal utcában is szennyvízhálózat bővítés zajlik, azt követően a Vadászok utcában fog folytatódni ez a munka. Jelenleg megközelítőleg 10 munkaponton zajlanak a hálózatfejlesztési, bővítési munkálatok. A városvezető a lakók türelmét és együttműködését kéri, hogy a tervezett ütemben tudjanak haladni a munkacsoportok a feladattal. A hónap eleje óta 5. alkalommal nőttek az árak a Petrom kutaknál, adta hírül az economedia.ro. A monitorul precurilor.info árösszehasonlító portál adatai szerint a standard benzinára jelenleg 7 lej 31 baninál kezdődik, a legolcsóbb gázolaj pedig 7 lej 51 bani literenként. Ezek még mindig elmaradnak a 2022. júniusának végén jegyzett csúcstól, amikor a benzin literje 8 lej 69 bani, a gázolajé pedig 9 lej 25 bani volt, azonban a közeljövőben további drágulásra számíthatunk. A világpiaci ár alakulása nagyban függ a közel-keleti fejleményektől, pontosabban attól, mire válasz csapást Izrael Iránra, s ha igen, milyen jellegűt és volumenűt. A zsidó állam ellen a hétvégén indított rakétaeső nem dobta meg a kőolajárát. Idén április 4-től lehet igényelni az egységes mezőgazdasági támogatásokat, a kéréseket legkésőbb június 7-éig tehetik le a gazdák. Csavar Zsolt, a Hargita megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség gyergyói munkatársa összefoglalta, hogy a korábban már ismertetett támogatások mellett még mit kérhetnek az érintettek. Idén április 4-től lehet igényelni az egységes mezőgazdasági támogatásokat. A kéréseket legkésőbb június 7-éig tehetik le a gazdák. Csavar Zsolt, a Hargita megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség gyergyói munkatársa összefoglalta, hogy a korábban már ismertetett támogatások mellett még mit kérhetnek az érintettek. A siló kukoricára járó támogatás nem különbözik sokkal a lucernáétól, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy autorizált vetőmagot kell vásároljunk, itt minimum 15 kg per hektár, utána muszáj, tehát kötelező módon kell bizonyítsuk, hogy minimum 18 tonna zöld tömeget, illetve silót termeltünk, 3 szarvasmarha egységgel per hektár kell lefödni, tehát nem kérhet olyan gazda, akinek nincs állatállománya, illetve nincs meg a minimum 3 szarvasmarha egység per hektár. Jelzem, itt csak szarvasmarhával lehet lefödni. Ugye a szarvasmarha egységet mi kalkuláljuk a júra is, vagy akár más állatra, viszont itt csak kötelező módon szarvasmarhával lehet lefödni. Ebben az esetben is kell igazolni a termelés mennyiségét, és azt, hogy a napi fejadagban megetetik a megtermelt siló kukoricát. Igényelhető vidékfejlesztési támogatás is, ami ezen a vidéken a haris madarakra vonatkozik, és itt is vannak változások. Az előző években 2 évvel ezelőtt 2 éves szerződést kötöttek a gazdák, tavaly 1 éves szerződést, azért, hogy valamilyen szinten érjék utol egyik a másik csomagot, mert különböző években kéregették a gazdák. Most az idéntől ugyanúgy működik ez, továbbra is minden feltétel megmaradt, viszont 5 éves szerződést fognak kötni. Ezt azért említeném ki, hogy azok a gazdák, akik ezt igénylik, vagy a saját területükre fogják igényelni elsősorban, vagy pedig olyan bérelt területre, amelynek a bérleti szerződés időtartama minimum 5 évre szól, azért, mert hanem nem vehetjük el a kérést. Tehát semmi garancia nincs abban, hogy kötött ő egy 3 évre egy bérleti szerződést, és 5 év múlva is ő még azt a területet fogja tudni használni. Tehát nem biztos, hogy neki 3 év után továbbra is bérbe adják. Nem is vehetjük el ilyen formában a kérést. Aki biogazdálkodásra szeretne áttérni a hagyományos gazdálkodásból, figyelembe kell vegyen néhány fontos előírást, elsősorban azt, hogy minimum 5 éves szerződést írnak alá, amit be kell tartani. Annak függvényében, hogy a gazda
első éves, másodéves konverziós, vagy első éves, másodéves bió, le van-e zárva már a csomag, nincs-e lezárva, ennek függvényében különböző kódokkal fogjuk elvenni a kérését. Itt csak annyira hívnám fel a figyelmet, hogy ugyancsak, mint a harisnál, harisos támogatásnál a területek nagysága, pozíciója egyáltalán nem változhat, és minden egyes feltételnek, ugye, ami a bióval kapcsolatos, itt be kell tartani azért, hogy visszafizetést kerüljük el. Mind a két esetben a gazdák egyébként kurzust végeztek el, mert nekünk október 10-ig minden esetben diplomát kell hozzanak arról, hogy elvégezték ezt a kurzust, és tudatában vannak annak, hogy mit vállaltak fel. Tehát sok esetben szoktuk mondani, hogy a gazdák elvileg jobban képzettek kell legyenek, mint akár mi az elméleti részét tudjuk, ők pedig akár ugye a gyakorlati részből sokkal több mindent tudnak. De a biogazdálkodás esetén nagy figyelmet igényel mindenféle munkálat. Itt elsősorban a papírok kitöltésére hívjuk fel a figyelmet, minden ellenőrző szerv papírokat kér. Tehát itt elszámolások vannak, amiket vezetnünk kell, gazdafüzeteket vezetünk, ugye milyen munkálatokat végeztünk, mikor végeztük. A gazdák ellenőrzésekre is számíthatnak. Tavaly a szántóföldek esetén volt nagyobb ellenőrzés, ezért is fontos betartani minden előírást annak érdekében, hogy ne veszítse el a támogatást az igénylő. Az egységes mezőgazdasági támogatásokra a kéréseket idén június 7-ig lehet benyújtani. 100 tagú szakemberekből álló zsűri választotta ki azokat a településeket, helyszíneket és szálláshelyeket, amelyek döntőbe jutottak az év desztinációja megmérettetésen. Szóváta mellett a legjobb turisztikai célállomás díjra áhítozik többek között Borszék, Maroshéviz, Mamaja, Szinaja és Predeál. Az ökoturisztikai régiók kategóriában is több erdélyi településre lehet szavazni. A döntőben van Tusnád fürdő és környéke, de az erdélyi Dombság is, ami magában foglalja Segesvárt és a környező településeket. A szórakozás és kaland kategóriában két Hargita megyei utazási célpont szerepel, a Székelyudvarhely melletti mini erdélypark és a Maroshévízi boppája. A közönség a destinacia.anuloy.ro oldalon szavazhat május 8-áig. Ahhoz, hogy a szavazás eredményes legyen, szükség van egy e-mail címre, ahonnan vissza lehet igazolni a voksot. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 12. alkalommal szervezte meg a Mesterséges Intelligencia Hatása a Média Tartalomra című konferenciát. A Nemzetközi Média Tudományi Konferencián olyan előadók tartottak előadást, akik a médiatudományok, vizuális művészetek, szociológia, pszichológia, etika, jog, esztétika, digitális technika területén munkálkodnak. Virtuális valóság, médiaetika, médiajog, felelősségvállalás. Ez csak néhány fogalom, amely kapcsán izgalmas előadások, beszélgetések alakultak ki a Nemzetközi Média Tudományi Konferencián Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem által 12. alkalommal megszervezett, a Mesterséges Intelligencia Hatása a Média Tartalomra című konferencia keretén belül a Zene képei című nyitőelőadást, valamint a Magyar Kaláltal meghirdetett sajtófotópályázat képeiből készített összeállítást láthatták a résztvevők.
mesterséges intelligencia gyakorlatilag teljesen előzménytelenül lehetőséget kínál egy virtuális valóság kialakítására és megjelenítésére a média tartalomban. Ez újabb generációs törésvonalat hozott létre. Kérdésünkre, hogy a mesterséges intelligenciának milyen hatása lesz a társadalomra nézve, a különböző művészeti területekre, és ezért kivállalja majd a felelősséget, eltérő vélemények születtek. Napjainkban a mesterséges intelligencia rengeteg területen jelen van, így a fotográfiában is természetesen. Tehát ez vita tárgya végül is, hogy ez jó vagy nem jó. Két tábor van, egyik tábor ellene van, a másik tábor mellette van. Egy dolog biztos, hogy hozzáférhetőbbé teszi a fotográfiát mindenki számára, rengeteg mindenbe tud segíteni. A kérdés az, hogy ez jót tesz, vagy nem a fotográfiának. Az én véleményem az, hogy egyáltalán nem tesz jót, mert nem ösztönzi arra a fotográfust, hogy tanuljon, hogy készüljön, mert arra bízza magát, hogy a mesterséges intelligenciás szoftverek azokat a hibákat, amiket a nem tudás miatt elkövet, azt kijavítják. Tehát mindenképpen elfogadható és jó fotók lesznek, anélkül, hogy neki különös technikai tudásra lenne szüksége. A Nemzetközi Médiatudományi Konferencián olyan előadók tartottak előadást, akik a médiatudományok, vizuális művészetek, szociológia, pszichológiai, etika, jog, esztétika, digitális technika területén munkálkodnak. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a résztvevő egyetemistáknak mi a véleményük a mesterséges intelligenciáról és ennek hatásáról. Én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia egy pozitív dolog igazából az alkotók életébe, csak arra kell nagyon odafigyeljünk, hogy ne az alkotást helyettesítse, hanem az alkotói folyamatot megkönnyítse. És talán ez lenne a legfontosabb, hogy erre tudjunk fókuszálni, és akkor nem lesznek problémák a jövőre nézve a mesterséges intelligencia használatával, és nem használatával ilyen értelemben. Ábel kiemelte, hogy fontos, hogy a tudatos használó kezében legyen az eszköz, mert akkor segíteni tud a munkafolyamatban. Bármivel szabályozások még nincsenek e tekintetben, így a felelősségvállalás, a szerzőjog egy bonyolultabb kérdés. A mesterséges intelligencia használatának felelősségvállalásáról viszont egyöntetű vélemény született, valamilyen módon felelősséget kell vállalni a használójának. Elkezdődtek a labdarúgó Román Kupa Hargita megyei szakaszának negyed döntői. A nyitó mérkőzést kedden délután rendezték Gyimesbükben. A Csík körzeti labdarúgó bajnokság az 5. liga Csíkszéki csoportjának éllovasa, a gyimesbüki SE a 4. liga Hargita megyei csoportjában első helyezett Gyergyószent Miklósi VSK alakulatát fogadta. A házigazdák nehezen adták meg magukat. Az 51. percben öngólt vétettek, ezzel nyertek a vendégek, a papírforma szerint esélyesebb gyergyói alakulat. A másik három negyed döntőt a Homoród Almási Homoród Csíkszent Simoni FC, az Agyagfalvi Lendület Székelyudvarhelyi Rozeál SK és a Székely-Keresztúri Egyesülés Székelyudvarhelyi Golimpiákhoz találkozókat ma délután játsszák. A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el. A Gyergyói Hoki Klub nyerte a romániai jégkorong bajnokság kisdöntőjének első mérkőzését, ezzel megszerezte a vezetést a Bukaresti Steauával szemben. A Csíkszeredai Sportklub és Brassói Korona között zajló döntő szintén kedden kezdődött. A Vákár Lajos műjégpályán a vendég Brassói Alakulat egy góllal győzte le a kékfehéreket. Kisdöntőt játszik a romániai jégkorong bajnokságban a Gyergyói Hoki Klub a Bukaresti Steaua csapatával. A két nyert mérkőzésig tartó összecsapás kedden kezdődött a Gyergyószent Miklósi műjégpályán. Bár foghias maradt a lelátó, de a buzdítás nem maradt el a szurkolók részéről. Az első harmad eleje kissé nehézkesen indult a hazai együttes számára, a vendég alakulat többször is veszélyeztette Rinne kapuját. A piros-fehéreknek is volt néhány kimaradt helyzetük, végül a vezetést a bukarestiek szerezték meg. Először Martinov, majd Filip volt eredményes. Egy kisebb verekedés tűrte meg a mérkőzést. Dálhuizen és Filip kapott össze, akik el is hagyták a jeget. Ezután felillett a hazai együttes, és 5 perc alatt sikerült kiegyenlíteniük. Az első találatot Orbán szerezte, majd rögtön utána Szigeti is betalált. Az első játékrész vége előtt a GHK átvette a vezetést, Vince Péter emberelőnyös góljával 3-2-ről indult a második harmad.
Nem maradt sokáig így az eredményjelző, ugyanis a 21. percben Orbán ismét növelte a találatok számát. Nem sokkal később Timárú válaszolt egy újabb találattal. A középső játékrész vége előtt Szilvesztre juttatta a hálóba a korongot, így ismét két gólos hazai előnnyel mentek pihenni a csapatok. Az utolsó harmadban egymást követően talált be Tranke, majd Szilvesztre, és a végén Buda szépítő találata állította be a 7-4-es végeredményt. A két csapat ma ismét találkozik egymással, ezúttal a helyszín a bukaresti Ion Ciriac műjégpálya lesz. Híreink végén megköszönöm a figyelmet, a folytatásban maradj mozgásban, holnap friss hírekkel várom Önöket, viszontlátásra! Hírműsorunkat támogatja a Polimed Anna gyógyszertárak. Székelyföld legellátottabb gyógyszertárai. Műsorvezetőnk ruháját a West Dream biztosította.